Köszöntöm Önöket, közéleti magazinunkat látják. Az október 23-ai városi ünnepség keretében Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban díjátadásokra is sor került. A város legrangosabb kitüntetését, a Praurbe díjat Faller Dezső vehette át, míg a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma 9 elismerést adott át paksi fiataloknak. Pakson az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségen Szabó Péter polgármester megemlékező szavait Gyarmati Dezső, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó gondolataival kezdte. A példaképek arra szolgálnak, hogy kijelöljék az utat, és megmutassák a célt, amiért küzdened és dolgoznod kell. Szüleink és nagyszüleink nekünk elmondták azt is, akkor is, ha tilos volt róla beszélni, hogy ki volt Nagy Imre, Mindszenty József, vagy a paksi hősök, Kolonics János, Cucor Antal, vagy Tuba János. Ha éppen csak fülünkbe súgták is, de tudtuk, hogy fiatalok, egyetemisták, gyári munkások, budapestiek és vidéken élők egyszerre mondták, hogy elég volt. Az ünnepségen a város legrangosabb kitüntetését, melyet 26 éve alapítottak, a Praurbe díjat Faller Dezső vehette át, aki 44 éve friss diplomával a zsebében érkezett Paksra feleségével. 20 évig képviselőként segítette a város fejlődését. 2002 és 2006 között a város alpolgármestere volt. A Paksi Atomerőmű ZRT igazgatóságának, majd felügyelőbizottságának is tagja volt. Közéleti munkája mellett több társadalmi és civil szervezetben is szerepet vállal, és a paksi labdarúgás elkötelezett híve. Én egy elég kemény ember vagyok, de most egy kicsit elérzékenyültem, gondolom, hangon is lehet hallani. Váratlanul ért. Ez az első, ami eszembe jut erről a dologról. A második az, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy én ezt megkaphattam. Arra is nagyon büszke vagyok, hogy az elmúlt 40 év, 44 év, amit én itt töltöttem, annak a közösségi munkának, annak a városépítésnek részese lehettem, dolgozhattam együtt a város lakóival, és hogy ezt a díjat most megkaptam, hát szinte hihetetlen, mert ilyen elismerésben nagyon sok ember megérdemelné, hogy részesüljön, de én most egy vagyok azok közül, akik ezt megkaphatták, vagy megkapták. A PSE elnökségének vagyok tagja, nagyon sok baráti társaságban az oszlopos résztvevője vagyok, és örülök, hogy ezekkel az emberekkel hetente, két hetente, havonta, mikor, milyen gyakorisággal tudunk találkozni és eszmét cserélni, beszélgetni a múltról, a jelenről és a jövőről. Valami úton, módon a jövőt úgy tervezem, hogy legyen hozzá erőm, egészségem, még sokáig tudjak együtt lenni a családommal. És hát ha valahol van rám szükség, nagyon szívesen segítek bárkinek. Egy biztos, hogy ez a 44 év, ez a közösség, ezek az emberek, akikkel én itt felnőttem és otthonra találtam, megérdemlik, hogy segítsek, ha szükség van rá. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány közel 30 éve működik Pakson. Azóta jutalmazzák a legkiemelkedőbb eredményeket elért fiatalokat. Egy eseménynek vagy egy díjnak a rangját az idő szokta eldönteni. Közel 30 éve működik a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány, amit annak idején a Paks város vezetése, illetve a akkori atomerőmű vezetése közösen hozott létre, és azóta nagyon nagy számban érkeznek minden évben pályázatok. 2014-ig évente körülbelül olyan 100-120 pályázat szokott érkezni, és körülbelül 50-60 díj került kiosztásra. 2014-ben a kuratórium végig gondolta, hogy hogy lehetne ennek a díjnak a rangját emelni, és arra gondoltunk, hogy szigorítunk a feltételeken, és sokkal méltóbb körülmények között adjuk át a díjakat. Évente 20-25 pályázat érkezik, a sokkal szigorúbb feltételeknek ennyien tudnak megfelelni, és körülbelül olyan 8-10-12 díjat tudunk kiadni, átadni tehetséges fiataloknak, és természetesen a korábbihoz képest sokkal méltóbb körülmények között tesszük ezt. Az október 23-ai városi esti ünnepségen, ahol most éppen jelen pillanatban is vagyunk,
kerül a díjátadásokra sor. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjait Dávid József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója és Szabó Péter Paks polgármestere adták át. Idén sportkategóriában Nagy Dominika Ágnes, Prokai Boglárka, Prantner Zoltán és a Deákos Lányok Florbal csapata, közép- és felsőfokú tanulmányok kategóriában Römberg Melinda és Prantner József, képzőművészet kategóriában Salamon Tamás és Kolki Hanna vehetett át elismerést. Tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő tevékenységért Györfiné Körhegyi Mária pedagógus díjazta a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány kuratóriuma. A Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Ne Tűrd című műsorát látta, ezt követően a közönség. Az est állófogadással zárult. Ez a nyakkendő a tanárnagyapám még volt, akit én a világon a legjobban szeretem. Köszönöm. Ezt fogom viselni az első munkanapomon. De hogy ne legyél mellettem, azt el sem tudom képzelni. Bárhogy lesz, úgy lesz. Ha jövőt nem sejthetem, a sors ezeren kellem, ahogy lesz, úgy lesz. A Magyar Nemzeti Bank alapkamat politikájának is köszönhető, hogy Magyarország gazdaságának nem okozott olyan jelentős károkat a válság, mint a fejlődő piaci államoknak. Erről beszélt Plesinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja Szekszárdon. A Magyar Közgazdasági Társaság elnöke szerint a Nemzeti Bank legfontosabb feladata az árstabilitás feltételeinek biztosítása. Magyarországon az elmúlt években folyamatosan nőtt a lakossági életszínvonala. Ennek a legfontosabb motorja az úgynevezett belső fogyasztás, vagyis az a tény, hogy a magyarok hónapról hónapra több pénzt tudnak elkölteni olyan kiadásokra, amik a komfortérzetüket növelik. Pedig nem minden ország volt e tekintetben olyan szerencsés, mint Magyarország. Az elmúlt évek olykor sokkoló makrogazdasági eseményei, mint az amerikai kamatemelések vagy a nyersolaj árában bekövetkezett változások sok kormányt hoztak nehéz helyzetbe. A piacon kialakult egyfajta mozgás, a befektetők a pénzeiket elkezdték mozgatni, a kockázatosabbnak ítélt országokból kivinni és átvinni oda, ahol biztonságosabbnak ítélik, és hát ennek a folyamatnak a kárvallottjai a fejlődő piaci országok, a felzárkózó országok kisebb-nagyobb mértékben. Így vélekedett a szekszárdi vállalkozói szalon estjén Flesinger Gyula, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja. A szakértő szerint ezek a folyamatok, ha kisebb mértékben is, de a hazai viszonyokra is rányomták a bélyegüket. A tőke innen is elkezdett kiáramlani, a nemzetközi befektetők pedig bizonytalanabbá váltak. Ám a hazai gazdasági környezet még mindig jó hívószónak számít. A Magyar Nemzeti Bank szakértője szerint mindezekkel együtt a magyar gazdaság még mindig a legkiszámíthatóbbak közé tartozik Európában. Egy kicsit emelkedtek a hozamok, egy kicsit gyengült a forint. Mindezzel együtt azonban én úgy gondolom, hogy nagyjából a nehezén túl vagyunk, és tudunk tovább működni rendesen. John Fitzgerald Kennedynek tulajdonítanak egy olyan mondást, hogy a dagály az minden hajót megemel, ha ezt egy kicsit kifordítom, akkor azt mondja, az apály minden hajót lesüllyeszt, és egy ilyen turbulencia, egy ilyen piaci turbulencia általában befektetőket egy kis a dolgok átgondolására kényszeríti, és az azt jelenti, hogy akkor ahol azt mondják, hogy fejlődő piaci ország, akkor onnan kisebb-nagyobb mértékben eltávoznak. Most vannak persze különbségek, tehát vannak olyan országok, amik látványosan nagyon sérülékenyek, Törökország, Argentina, Brazília, és vannak olyan országok, amik fejlődő piacnak számítanak, és ilyen formán ugye az apály az sűjeszti őket is, csak kisebb mértékben, és szerencsére Magyarország ezek közé tartozik. Bár globális folyamatokról van szó, a jelenség a kis- és középvállalkozókat is érzékenyen érinti. Belföldön is ezért a szakértő fokozott óvatosságra int. Átmenetileg a kamatok meglódulhatnak egy kicsit, az árfolyamok, ugye az importálókat főleg érinthetik adott esetben kedvezőtlenül, de még egyszer mondom, hogy ahogy látjuk mi, olyan nagyon nagy katasztrófa itt nem történt, ott nagyon jelentős kihívással nem néznek szembe. Érdekes lehet az is, hogy az elmúlt hetekben jócskán elszaladtak a magyarországi valuta árak is.
lehet számunkra érdekes az árfolyam mozgása, akkor, hogyha itt hirtelen nagyon nagy volatilitások jelentkeznének, mert az már hátrányos a gazdaságnak, tehát akkor el kellene gondolkoznunk azon, hogy mit csináljunk, de ez a helyzet, ez nincs tulajdonképpen. Ha megnézzük a forint mozgását, az elmúlt 3-4-5-6 évben volt némi változás, de egy viszonylag szűk sávon belül és egy tolerálható sávon belül. Érdekes kitérő, hogy Flesinger Gyula a 2 éve megalakult közgazdasági társaság elnöke is egyben. A szervezett testülete Tolna megyében ugyanabban az évben állt fel, mint amikor az országos grémiumot felállították. Hát elégedettek vagyunk, és az egész közgazdasági társaság működésével elégedettek vagyunk. Hát társaság szinten 5000-nél több tagunk van, évente 100-nál is több rendezvényünk. Most nemrégiben volt a vándorgyűlésünk, ahol tulajdonképpen a korábbi évekhez képest jelentősen nagyobb számú kormányzati képviselő és magas szintű kormányzati képviselő is megjelent, ami számomra, vagy számunkra a közgazdasági társaság tagjai számára azt jelentheti, hogy a kormányzatnak van üzenete a közgazdásztársadalom felé, illetve nyitott a közgazdásztársadalomból érkező vélemények meghallgatására. Most ami még a Tolna megyei szervezetet illeti, az látszik, hogy egy frissen alakult szervezet, növekvő létszámmal, amit nagyon szeretek mondani, egy példás tagdíjfizetési fegyelemmel, ami azért nem kis szó egy ilyen szervezetben, és hát nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy egy nagyon hatékony és egy nagyon erős szervezete lesz a társaságunknak. Összegezve, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagja tehát úgy véli, Magyarország még mindig a legkiszámíthatóbb gazdasági környezetek közé tartozik Európában, ettől függetlenül nem árt résen lenniük a kisvállalkozóknak sem. Számítógépekkel, nyomtatóval és internettel felszerelt ingyenes használható digitális jólétpontot adtak át Szekszárdon. Az irodában nem csak internetezni és ügyeket lehet intézni, de térítésmentes oktatást is nyújtanak az ott dolgozó szakemberek. E-mail címet hoz létre Szekszárd polgármester egy a városban élő nyugdíjas asszonynak. A szokatlan képsorokra a most átadott digitális jólétpontban került sor. Ez egy internettel, számítógépekkel, laptopokkal és nyomtatóval felszerelt iroda, amit bárki használhat, de elsősorban a szépkorúaknak akarnak így segíteni az ötletgazdák, igény pedig van rá. A mentál higiénés műhely önkéntes nyugdíjas tagozatát vezetem. Közel 300 tagunk van, és már nagyon sokan érdeklődtek évek óta, hogy mikor lesz ingyenes számítógépes tanfolyam, mert nagyon sokan igénylik. És akkor most itt az alkalom, ezt nagyon köszönjük a polgármester úrnak. Az unokák nagyon sokan külföldön vannak, és szeretnének velük kapcsolatot tartani, és nagyon jó lesz, hogy megtanítjuk őket skype-olni is, meg egyéb levelezésre, e-mailezésre, egyebekre. Így az egyik csoport hétfő szerda, a másik kett csütörtök. Szakképzett mentorok segítik az ide betérőket. Reggel 8 órától lehet használni az eszközöket, kora délutántól pedig informatikai alapképzéseket tartanak a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. A pályázat egy olyan eszközparkot biztosított rendelkezésünk, amelyben megtalálható 3 darab laptop, 2 darab okostelefon, 2 darab tablet és egy multifunkciós nyomtató. És ezen kívül még rendelkezésünkkel bocsátottak egy projektort is. Mi törekszünk arra, hogy ezt az eszközparkot ezt lehetőség szerint bővítsük, így a mai napon 3 darab asztali számítógéppel bővül a digitális jólétprogrampont, amely azt gondolom, hogy már egy magabiztos indítást adhat itt az október 2-ai hivatalos induláshoz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség. Én személyesen tudom azt, hogy régóta várnak erre főként a szépkorúak, hiszen a mai világban azt gondolom, hogy mindenkiben megvan az igény arra, hogy lehetőség szerint minél egyszerűbben fizesse be akár a csekket, minél egyszerűbben juthasson hozzá a receptjéhez, vagy egyáltalán kinyíljon az online világ mindenki előtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség, ez egy jó helyszín arra, hogy ezek a
lehetőségek célba jussanak, és megfogadjanak mindenkiben, aki erre nyitott. Tolna megyében a Szekszárdi a legfelszereltebb digitális jólétpont, a városvezetői viszont már most további fejlesztéseken gondolkodnak. Ha ez a program beválik, már pedig biztos vagyok benne, hogy be fog válni, akkor tovább szeretnénk fejleszteni az eszközparkot is, hiszen ma 3 laptoppal, 2 számítógéppel indulunk el, és különböző kiegészítő eszközökkel, nyomtatókkal, szkennerekkel, kivetítőkkel, stb. Tehát egy komplex számítástechnikai központot adunk át most a szekszárdiak számára, de ezt, hogyha ki kell bővíteni, akkor ki fogjuk bővíteni eszközöket tekintve és a teret tekintve is. Azt szeretnénk, ha minél többen betérnének, illetve minél többen megtanulnák ezen eszközöknek a használatát, és azt a segítséget, amit az itt dolgozó két mentor fog adni majd a betérők számára, ezt minél többen használnák, hiszen nem elég, hogy eszközöket biztosítunk, hanem biztosítani kell azt, hogy ezeknek a használatát is meg tudják tanulni. Ehhez pedig szakmailag jól képzett mentorokra van szükség, ezen mentorok képzése megtörtént, úgyhogy most azt gondolom, mindenben felkészültünk arra, hogy ezt a programpontot, digitális jólét programpontot, ezt megfelelőképpen tudjuk használni és hasznosítani. Biztatok mindenkit egyébként, hogy jöjjön be, tanuljon meg e-mail fiókot generálni, tanuljon meg használni az internetet, hiszen a jövő vonatkozásában ezek a készségek mindenféleképpen még jobban szükségesek lesznek majd a mindennapi élethez. Folyamatosan jelentkező igény volt a város vezetése felé, hogy szeretnének egy kicsit a digitalizáció világába jobban elmélyülni, hiszen ma már a hétköznapok része az okostelefon, a laptop, a számítógép, és ezeknek a használatát meg kell tanulni, hiszen sok esetben a kapcsolattartás mindennapos eszközei ezek ma már. A harmadikkor egyetemben nagyon jól működik itt Szekszárdon, több százan vesztek részt az előadásokon, és azt szeretnék, hogyha a digitalizációs programmal kapcsolatban hasonló előadásokat szerveznénk. Ezt megígértük természetesen, és ennek az első lépése az, hogy egy pályázatnak köszönhetően így Szekszárdon megnyílt a megye legnagyobb digitális jólét program pontja, ahol megtanulhatják ezen eszközöknek a használatát. Minél többen remélem, hogy el fognak jönni és ki fogják próbálni. De nem csak az időseket várjuk ide, hanem a fiatalabbakat is, bár számukra ezek valószínűleg nem jelentenek olyan nagy kihívást, mint az idősebbeknek. A Szekszárdi Digitális Jólétpontot egy 5 milliárd forintos kormányzati program részeként alakították ki. Hasonló irodából még 1500 készül országszerte. A Dunakömlőd gyöngyszemeit, természeti szépségeit, kitűnő borait bemutató 8,5 kilométeres lusszóniumi fröccs túrának közel 100 résztvevője volt, keresztül a Sánchegy gerincén tartott a túra, érintette az országos hírű Dunakömlődi sípáját, a Dunakanyart és a lusszóniumot 6 fröccsös pihenőállomással. Portár József kínálja az első állomásnál az érkezőket, megalapozva a jó hangulatot és persze egy kis belső fűtést generálva a reggeli hidegben. A túrázók 10-15 fős csoportokban a faluháztól indultak, a regisztráció után Dunakömlőd gyöngyszemeit, természeti szépségeit, kitűnő borait bemutató 8,5 kilométeres gyalogtúrára. A nap folyamán 6 pontot érintettek, hegyen, völgyön, hegygerincen haladva. Az útjuk a második pont felé, hosszú lépcsősoron a templomhoz vezetett fel, ahol Fit Szabolcs lelkipásztor várta őket. A templom az puritán, ugye itt egy olyan közösség létezett, ami nem volt gazdag. Tehát például a Mözsik plébános az gazdagabb volt, mint a kalocsai érsek a földterületet tekintve. Itt nem voltak földek. Tehát itt egy nagyon szegény, úgymond a többihez képest egy szegény egyházközség él és működik. A plébánia méretéből is látszik, hogy nem nagyot álmodtak, hanem egy érhetőt akartak létrehozni. A falakon is látszik, nincsenek freskóink. Ma már azt mondjuk, hogy talán jobb is így, mert nem tudnánk őket restaurálni. És Szent Imre herceg tiszteletére építették fel ezt a templomot, amely templom már a második temploma a közösségnek. Állt itt egy templom, ami a történelmi viharában eltűnt, és aztán a betelepülő német lakosság építi fel ezt a másodikat, Szent Imre tiszteletére, mint az előbb mondtam. Ez kötelező is volt, mert az első templomot is Szent Imre tiszteletére szentelték. Római katolikus közösségről beszélünk. Egy nagyon kicsi közösség él itt a faluban, tehát a vasárnapi templomban járók száma az sajnos ugyanúgy, ahogy a többi településen is Magyarországon vagy Európában, kicsi vagy kevés, egy 40-50 ember látogatja rendszeresen a vasárnapi szentmiséket.
Ezen kívül természetesen a plébánián más programok is futnak, hogyha szabad így fogalmaznom. Van az egyházközségen belül édesanyák közössége, a Szent Mónika közösség, van a család csoportunk, amely egy hónaponta egyszer összejön, és aztán az évfolyamán számtól mindent szoktunk szervezni, például adventi udvart szervezünk a Borbarát klubban együtt, és más civil szervezetekkel, hittantáborokat szervezünk, zarándoklatokat. A Dunakömlődi Borbarát kör az ötletgazdája a rendezvénynek, mely nyár elején nagy sikert aratott. Ezen felbuzdulva szervezték meg a második Lusszóniumi fröccstúrát a szüret befejeztének idejére. A legfontosabb célunk az talán, hogy a társadalmi aktivitást egy kicsit fölébresszük itt a faluba, illetve hogy a jelenlévőkkel, a túrázókkal megismertessük Kömlő természeti adottságait, szépségeit, gyönyörű pontjai vannak Kömlődnek, amit nagyon sokan nem is ismernek, nem tudnak. Ezeket szeretnénk megmutatni, illetve hát nem utolsó sorban a dunakömlődi halászli, illetve a dunakömlődi jó boroknak a bemutatása is célunk. Közel 100-an tették meg a több mint 8 kilométeres túrát, mely a Sánchegy gerincén keresztül haladva érintette az országos hírű dunakömlődi sípályát, a Dunakanyart és a Lusszóniumot. Ez nagyjából egy 8,5 kilométer hosszú túra, 6 fröccsponttal, és a 7. pontunk az pedig már a Présás soron egy pincébe, egy pinca teraszán egy nagyon jó ebéd, ahol 3 bográcsba föl a halászlé, illetve a 4. az pedig egy jó dunakömlődi vegyes pince pörkölt lesz. A sípálya talán a túránknak a legnehezebb része. Ez egy kicsit, lehet, hogy kihívás, lehet, hogy egy kicsit nehéz, de úgy gondolom, hogy a kellő motivációval mindenki meg tud birkózni. Aztán a 3. fröccspontunk az talán a kömlődi dombság legmagasabb részén található, gyönyörű panorámával rendelkezik, illetve ugyanez elmondható a 4. fröccspontunkról is, ahol a Dunakanyar tekinthető meg. Talán sehonnan nem csodálható meg úgy a Dunakanyar, mint a 4. fröccspontunkról, az alsó-felső szegmense gyönyörűen látható. Az 5. fröccspontunk az a Lusszónium előtt helyezkedik el, a 6. fröccspontunk az a Lusszónium, hogy a Lusszónium romjait is megmutatjuk, nem csak a kilátó vár részét, és a Lusszóniumról vonulnak le a túrázók a teraszra. Itt lesz a jó ebéd, illetve a jó fröccsök fogadják az ide érkező túrázókat. Veres Ruca Veres Egyházról érkezett, rokonlátogatáson volt éppen az atomvárosban, így csöppent a rendezvényre. Bár szeret túrázni, de teljesen új terep volt számára a kömlődi táj. A nagymamám paksi, és az egész családunk itt él, a nagynéném is, és hát nagyon jó volt. Mi voltunk tavaly a Heimann túrán, ez volt a második ilyen bortúránk, de ez sokkal jobb volt, itt a fröccspont volt, ez nagyon jó volt. Meg rövidebb volt a táv, szerintem ez sokkal teljesíthetőbb volt, a kicsiknek is, ez nagyon, nagyon tetszett nekünk. A táj szerintem az gyönyörű volt. Sok hely volt, ahol így igazából meg lehetett több időre állni, a kilátás az gyönyörű volt, bár a Duna most egy kicsit leapadt. Mi nagyon sokat túráztunk a szüleimmel, amikor kicsi voltam. Pesten ugye nagyon sok ilyen hely van, a Hármas Határhegy, vagy akár a János kilátó. Sokat szoktunk túrázni, de Pakson is, amikor jöttem, a nagynénék mindig elvittek engem mindenhova, szóval ez elég közel áll hozzám. Itt épp egy jó hangulatú csoport érkezik a túra utolsó állomásához, a Lusszóniumhoz. A Lusszónium után a Présház sor őszi lugasos teraszán várták már a megéhezett túrázókat finom ebéddel. 3 bográcsban rotyogott a hal és a vegyes pörkölt. Jól esett mindenkinek a meleg étel, hamarosan előkerült a gitár is, és jó hangulatban nótázva telt a délután is. Ennyi fért most közéleti magazinunkba, legközelebb egy hét múlva hozunk friss híreket, érdekességeket, addig is honlapunkon és Facebook oldalunkon folyamatosan visszanézhetik műsorainkat, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.